Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Braier Péter. A Pirkadat mai vendége... Erdélyi Rezső a Nézőpont Intézet vezető elemzője, szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Nagyon sok belpolitika van, de én kezdeném külpolitikával, mert ön abban is otthon van. Hallott erről a teheráni áramszünetről? Habár ez központi témánk lesz, Szai Fomer közelkelet szakértővel, de kérdezem Önt, hogy mennyire látja, hogy mi történik a távolba. Hát ugye ez attól függ, hogy melyik oldalt kérdezzük. Hogyha az iráni oldalt kérdezzük, akkor ez nem egy véletlen áramszünet volt. Ugye ők az izraeli oldalt vádolják valamiféle kibertámadással. Nyilván egy, a közelkelet most is egy nagyon érzékeny része a világnak, ahogy egyébként mindig. Uh, és azért azt ugye érdemes látni, hogy itt egy, uh, egy nagyon erős rivalizálásról van szó. Tehát uh, azért az arab államok, azok akárhogy nézzük, hosszú hosszú. Az hosszú... egyszerűen a zsidó állam lakói nem szeretnének meghalni egy újabb uh, nukleáris támadást. Hát a zsidó állam a létéért küzd. Napról a a napra, napra már évtizedek óta. Pontosan, tehát akkor és az amerikai Egyesült Államok új vezetése, 15. után a 16. mint egy kicsit túl liberálisan nézni a dolgokat, és olyan kedvezményeket szór a disznók elé, hogy, hogy, egyszerűen nem is értem. Erre a liberális politikára ugye nagyon jó példa, hogy épp a minapi, a minap röppent fel, hogy azokat a a, a palesztinoknak adandó a segélyeket, amiket ugye Donald Trump idején befagyasztottak, vagy hát különböző feltételekhez kötöttek, azokat ugye liberalizált módon a, adja a Biden féle adminisztráció a, a címzetteknek. Tehát, hogy valóban itt egy abszolút párfordulás van a fehérházban, ami a, a közel-keletet illeti. A, ugye nagyon nagy kérdés lesz most az is, hogy az izraeli választásoknak végül is mi lesz a vége. Lesz-e vége? Lesz-e következő választás? Amit ahogy én látom egyre többen tartanak lehetségesnek, hogy valamilyen módon a, megalakul egy kabinet bárkinek a vezetésével néhány napra is új választásokat írnak ki, tehát hogy itt azért még bármi előfordulhat. És valóban azért a, azt a térséget úgy kell szemlélni, hogy van egy ország Izrael, amelyik egy olyan gyűrűben a, küzd az életéért, küzd a létéért, amelyik nagyon nem szeretné, hogy Izrael államot legyen. Ami nagyon érdekes. Kínával nem szoktunk foglalkozni, de a kínaiak a helyszínre érkeztek, és azonnal mindenféle támogatás és együttműködési szerződéseket írtak alá Iránnal. Ez nem zavarja az Amerikai Egyesült Államokat? Az Amerikai Egyesült Államokat jelen pillanatban minden zavar, amit a kínaiak csinálnak. Épp uh, talán holnap vagy holnap után lesz egy uh, meghallgatás uh, a szenátusban, ami épp egy olyan törvénytervezetről fog szólni, amelyik. Uh, minden elképzelhető anyagi és egyéb eszközzel próbálja gyengíteni Kínát. Akár a közel-keleti térségben, tehát például Irán kapcsán, akár a közép-keleti, de leginkább a távol-keleti térségben, gondolok itt ugye a szigetláncok miatti a vitára, amiben az egyik oldalon áll Kína, és a másik oldalon áll mindenki más, hogy most akkor meddig is tartanak Kína tengeri határai. Ugye Kína a szárazföldi határaira nem annyira fektet nagy hangsúlyt, azokkal nem olyan szokott vitázni, inkább a tengeri határokkal, ez nyilván a szénhidrogének, illetve a katonai, a lehetséges katonai bázisok miatt. Tehát a, az Egyesült Államok nyilvánvalóan rövid távon fel fog lépni a, ezek ellen a, a tevékenységek ellen. Kérdés, hogy milyen eszközt uh, választ, és kérdés, hogy milyen eszközt tud választani, uh, mennyire lesz a külpolitikára, hiszen éppen a uh, tegnap délután ugyanúgy minnesota ahogy George Floyd esetében is, lelőttek egy színes bőrű fiatalembert, és elképzelhető, hogy ez a helyzet olyannyira fog eszkalálódni, hogy a Biden adminisztráció következő idejét egyszerűen le fogja kötni a belföld, és nem lesz ereje, hogy erőkivetítést végezzen a világ bármely pontjára. Akkor ugorjunk hazai pályára. Van-e újabb felmérésük? Mérhető egyáltalán az, hogy ez a különleges összefogás, aminek tulajdonképpen a tétje a hatalom megszerzése és a pénz a kasszához való hozzájutás, mennyire mérhető, milyen, milyen következmények mi vár ránk? Ugye a legfontosabb kérdés ezen a lépcsőfokon, ahol most tart. A, ez a fajta összekapaszkodás, az, hogy ki fogja vezetni őket, ki lesz a vezetőjük, ki lesz a miniszterelnök, jelöltjük. Ez mennyire releváns, hisz van egy párt, amelyik eléggé erősen diktálja az ütemet, és azt történik, amit őt, ők akarnak, hisz látom, a mi esetünkben éppen egy blokkád alatt vagyunk, és a passzát szelet a DK fújja. Annyiban releváns, hogy valóban a Demokratikus Koalíció a legerősebb pártja, a, ennek a, az összekapaszkodásnak, bár a Momentum igyekszik felkapaszkodni a DK-nak a hátára, de azért a politikai tapasztalatban, a politikában eltöltött időben a kettő messze össze nem mérhető, tehát hogy valóban a DK a legfontosabb ereje ennek az összekapaszkodásnak. És amit látni kell ennek kapcsán, hogy ugye néhány nappal ezelőtt derült ki hivatalosan is, hogy lesz a pártnak saját miniszterelnök jelöltje, és egy mondat erejéig visszaugranék a nem túl távoli múltba, amikor is Gyurcsány Ferenc azt mondta, hogy ha lesz a pártnak miniszterelnök jelöltje, akkor az Dobrev Klára lesz. Tehát azt gondolom ezzel előtt. Hogy Dobrev Klára miniszterelnök jelölt jelöltként el fog indulni ebben a. a Mi a, a különbség, különbség hogy Gyurcsány Ferenc vagy Dobrev Klára a miniszterelnök jelölt? Mert nem csak egy én, háztartásban élnek, hanem a világot is plusz-minusz egy irányba látják. Én azt gondolom, hogy majdnem semmi. Esetleg annyi lehet a különbség, de ez csak a az általuk megszólítani kívánt választók szempontjából, hogy Dobrev Klára nevéhez a kevesebb dolgot tudnak kapcsolni, mint Gyurcsány Ferencéhez. Nem mi, akik megéltünk bizonyos dolgokat, hanem az első választók, második választók, 20 éveik elején járók, akik már választhatnak, de akiknek az összedi beszéd körülbelül annyira történelem, mint az azonbomba feltalálása. Oké, okay, ezt én értem, de minden pártnak van egy ideológiája. Ez, ezután az összefogás után hova lesznek az ideológiák, hova lesznek, hisz, hisz, azért nem egy közös útról van szó. Én ezt kérdésként tenném fel, hogy vajon van-e minden pártnak saját ideológiája, tovább Akkor lehet -e? a parlament felé vezető úton? Tovább megyek, lehet-e saját ideológiájuk, amikor a Momentum után az MSZP is bejelentette, hogy megvan a saját előválasztási programja, és aztán szépen sorban mindenki hozzátette, hogy de persze ez nem végleges, hanem majd valamiféle közös ellenzéki programba fogjuk belegyúrni, ami egyszerre lesz szerintük szocialista, egyszerre lesz szerintük liberális, egyszerre lesz az Európai Egyesült Államok iránt elkötelezett. Én megmondom őszintén, ebben a pillanatban nem látom, hogy egy ilyen program hogy nézhet ki. Tehát mit gondolnak az adózásról, mit gondolnak majd az elszakított területen élők szavazati jogáról, és a többi, és a többi. Ez csak két nagyon egyszerű pont, amiben teljesen ellentétes, a dolgokat teljesen ellentétesen látóknak pusztán azért kellene összefogniuk, hogy egy technikai koalíciót alkossanak a kormánypártal kormánypártokkal szemben. Na de a technikai koalíciók általában egy bizonyos idő után becsődölnek. A... Én emlékeztetnék rá, hogy utoljára Magyarországnak hat párti kormánya az az osztrák-magyar Monarchia idején volt, és... A, Ez már elég régen ha volt, és akkor a politika még politika volt. Akkor még politika volt a politika, viszont ugyanazokat a szólamokat hallottuk. Uh, vagy hát olvashatjuk uh, tőlük, mint amiket a mai ellenzéktől, félretesszük az, el, az ellentéteinket, majd mi együttesen meg fogjuk oldani, és a többi, és a többi, nem tudták végigkormányozni a ciklust. Olyan belső ellentétek feszítették őket. Tehát, hogy minden ilyen uh, sokpárti koalíciós kormányzás az magába hordoz, itt közép-kelet-európában. Tehát uh, azért azt lássuk tisztán, hogy mondjuk a uh, a skandináv államokban, a Benelux államokban ez teljesen normális, tehát négy-öt-hat párti koalíciók vannak. De itt, Közép-Kelet-Európában teljesen más a politikai vetülete, a vetület alakult ki. Itt a sok párti kormányok, azok magukban hordozzák a, a problémákat. Nézzük meg a szlovák kormányt, nem kell igazán messzire menni, pedig az nem hat párti koalíció, és ideológiailag is viszonylag közel állnak egymáshoz, és ennek ellenére a, egy vakcina beszerzés miatt gyakorlatilag kormányválság alakult ki, lecserélődött a kormányfő, helyet cserélt az egyik miniszterével, és a többi, és a többi. Tehát Közép-Kelet-Európában ezek a hatalom érdekében megkötött, de az ideológiát a szögre a összekapaszkodások, ezek nem bírnak nagy múltal, és nem kecsegtetnek tud nagy jövővel. Isten ments, hogy bármelyik politikai pártnak én megoldásokat ajánljak. Én azt gondolom, hogy itt alapvetően a következő választáson egyértelműen két irány fog egymással szembe kerülni. Az egyik az, amit láttunk az elmúlt években, az elmúlt évtizedben, amelyik egy a gazdaságfejlesztésére, a munkahelyteremtésre a irányuló gazdaságpolitika, illetve egy olyan társadalompolitika, amelyik a hagyományos értékeket helyezi előtérbe, és akkor ezzel szemben lesz egy igazán nem tudjuk, hogy mit előtérbe helyező, a elképzelés, mert azért, hogyha csak a társadalom politikáját megnézzük ezeknek a pártoknak, akkor szöges ellentétben állnak megint csak egymással. Egy nagyon egyszerű példát hagyd mondjak, a mondjuk a homoszexuális pároknak az örökbefogadása, a házasodási lehetősége, és a többi, és a többi. Tehát van olyan párt a Momentum, amelyik a teljes liberalizációt képviseli, van olyan párt a Jobbik, amelyik a, a ettől némileg azért eltérő álláspontot képvisel, tehát nem adna olyan többletjogokat a homoszexuálisoknak, a homoszexuális pároknak, mint amilyet például a Momentum, és itt viszont nem lehet olyan kormányzást csinálni, hogy kicsit adunk, kicsit nem, tehát hogy itt dönteni kell. És jelenleg én azt gondolom, és itt hagy utaljak vissza a saját felmérésünkre, amit ennek kapcsán végeztünk, hogy ezt az állampolgárok is látják, tehát azért a jelenleg kormányzó kormánykoalícióra több mint 50% az embereknek, 52% az embereknek azt mondta, hogy úgy gondolja, hogy tud kormányozni, jól tud kormányozni, és képes a kormányzás feladatait ellátni. Ugyanez az ellenzék szivárványkoalíciónál alig 20%. Pontosan ezek miatt, hogy egymásnak szöges ellentétben álló a gondolataik vannak bizonyos kérdésekről. Ha jól emlékszem, akkor a Bibliában a megfelelő szó erre a tovavó, a kicsit anarchisztikus állapotok, a nemzetállam ilyenkor, a polgárok, egymás szeretete, a haza szeretete, az akkor már nem is kérdés többet. Igazából itt a, az állampolgároknak a, az egymás iránti szeretetét a politikába belevinni, azt, azt nem feltétlenül Elemzői hát, szempontból nem feltétlenül. Hát választások a után is polgárok maradunk, és együtt kell élnünk a társas az utcán, a munkahelyen, az STK-ba. Ez így van. Én azt gondolom, hogy a, a polgároknak, a, akik bizonyos felelősséget éreznek a, a hazájuk iránt, a, van lehetőség arra, hogy kifejezzék a gondolataikat, kifejezzék azt, hogy milyen irányba szeretnék kormányozni az országot, és ezt választásnak hívják ezt az aktust. Az tény és való, hogy utána bármilyen eredmény születik, ezeknek az embereknek együtt kell élniük. Uh, ugye nagyon nagy kérdés, hogy ez mennyire könnyű, vagy mennyire nehéz. A kérdés, hogy mennyire fognak elmenni, és azok fognak-e pampogni utána, akik el sem mentek választani. Ez egy erős fokmérő lesz egyébként az előválasztás az ellenzéki oldalról. Hiszen ott még ugye csak a saját szavazóiknak kell szólniuk, és már az is egy nagy kérdés lesz, hogy a saját szavazóikat mennyire tudják megszólítani. Tehát, hogyha az előválasztáson lesz egy minimális, vagy a minimálistól egy kicsit nagyobb részvétel, akkor ez kevés jól kecsegtet például. Nagyon megengedő, de hát már az, hogy ki vehet részt az előválasztásokon, és ki nem, ez már problématikus. Tehát az iszompárt, vagy az akadémia volt elnökének a pártja, vagy Türmer pártja, mennyivel kevésbé ember, mint azok, akik részt vehetnek az előválasztáson. Tehát vagy előválasztásig játszunk, és akkor mindenki, aki akar részt vehet, vagy az egésznek semmi értelme. azért itt egy lábjegyzetet hadd tegyek, hogy valóban előválasztás Dit játszanak, hogyha így a, fogalmazunk, ugyanakkor azért azt látni kell, hogy ők csak azokat az embereket veszik be, vagy fogadják be, akik a, azokat a, a saját meglehetősen a francia saláta jellegű értékeket vallják, a, amiket ők elfogadnak, tehát hogy a hatalom megszerzése az gyakorlatilag mindenek felett áll, és az olyan pártok esetében, mint például Szanyi Tibornak a mozgalma, amelyik egy, egy nagyon karakteres, nagyon baloldali, nagyon szocialista gondolatot magáinak vall, és azt mondja, hogy ez a gondolat mindenek felett áll az ő elképzelésében, annak nem annyira van az előválasztás szervezők szerint keresnivalója abban a, a, a társaságban, amelyik azt mondja, hogy az ideológiák korai lejárt, nekik már nincs a olyan szintű erős ideológiájuk, ami veszélyeztetné a hatalom megszerzését. Én ebben látom a különbséget. Köszönöm, hogy rendelkezésünk rá állt, és mielőbb visszavárjuk. Kedves nézőim, az elmúlt percekben Erdély Rezső, a Nézőpont Intézet vezető elemzője volt stúdiónk vendége. Várjuk kutatási eredményekkel, meg hogy betekintsünk ezekbe a különböző ideológiákba, mert én nagyon keresem őket, de nem igazán találom vagy ezek annyira rugalmasak lettek, hogy már el is vesznek? Ezek már nagyon rugalmasak lettek, és a következő egy évben még rugalmasabbak lesznek a választások. A kérdés, hogyha ennyire rugalmasak az ideológiák, akkor a gerincoszlapuk nem el. Ezt majd a választópolgárok döntik, én azt gondolom, mert látják és érzik. Én a választópolgárkat nagyon okosnak gondolom, hiszen a, pontosan tudják, hogy itt miről van szó, pontosan tudják, hogy ezek a pártok kizárólag azért fogtak össze, mert, mert ezt az utat látják jártó, mert a hatalom, hatalom a megszerzésére. Ezt a kulcsot szeretnék, aztán, hogy mire használják, az egy másik kérdés majd. Köszönöm, hogy itt volt. Előzetesek, és már is jövünk vissza. Következő vendégem Szaif Omar Ádám, közelkelet szakértő lesz, akivel föl fogunk ülni egy perzsa szőnyegre, és rökködünk a közelkeleten. Tartsanak velünk!